Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime Japan Critics. Majd adásunkban ismételt egy eléggé érdekes, illetve kissé, misztikus történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Kubikiri Cycle Aoiro Savan to Zaregoto Totsukai, avagy a Zaregoto, mely műfeltekintve a krimihez tartozik. Maga a történetünk legelőször Ishin Nishio révén jelent meg, aki 2002 és 20 között összesen három széria formájában 22 kötetnyi light novel publikált, ám legvégezetül 2016 és 17 között 8 rész formájában az anime is megjelent, Yasuyuki rendező és Shinbo Akiyuki forgatókönyvíró által. Történetünk egy távoli szigeten játszódik, azon belül is egy kúriában, ahol a világ legtehetségesebb emberei igyekszenek magukat csak és kizárólag az emberiség fejlődése érdekében a csúcsra járatni. Ilyen módon élhet a kúriában a zseniális tudóson, mérnökön vagy orvoson keresztül a legkülönfélébb emberekig bárki. Ezen kúriában éli az életét Boku is, aki egy Tomu nevű lánnyal igyekszik szoros kapcsolatot kialakítani. Azonban a bentlakók életét egy rejtélyes gyilkosság sorozat megzavarja, amelynek során nem egy társuk lefejezett holttestére rábukkannak, látszólag megmagyarázhatatlan körülmények között. Habár kezdetben nem igazán tudják, hogy mit tegyenek az elszigetelt körülmények okán, de végül Boku és Tomo a kezükbe veszik az irányítást, s átfogó nyomozásba kezdenek a gyilkos kilétének felfedésének az érdekében, amely során hamar rá kell jönniük arra, hogy senki sem az, akinek mondja magát, és hogy mind érzékszerveik, mind saját érzéseik tévútra vezethetik őket. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot, drámai elemet és megbotránkoztató pillanatot is tartalmazott. Szintén tetszetősek voltak az olyan karakterek, mint Jun, Akane, Teruko, Hikari, Akari, Rei és Shinya, akik egytől egyik értékes részei voltak a történetnek. Azonban, ha hibákat kellene említenem, azok kétségkívül a helyenként vontatott cselekmény, illetve maga a lezárás lenne. Így, ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Zaregoto egy 10/6-os alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!